Azért kapok néha olyan kérdést, amit ha 15 ezer elolvasok, akkor se értem meg, hogy, hogy mi, 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 a cél, mi a terv. Sziasztok! Sziasztok! Papírbajos mocit netán vesztek át? Kava nincs a 2001-es és 600-as? De én nem vagyok bontó, meg, 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 nem, nem értem, hogy, hogy ilyenkor nézi valaki a csatornámat ennyire nehezen áll össze a kép, hogy én, mivel foglalkozok, hogy nem veszek bontószökevényeket, meg nem gyűjtök ilyeneket, hogy, hogy írom neki, hogy hello, nem értem a kérdést. Motrot, ami kicsit bajos, vesztek meg olcsón? Kik? Kik a vesztek? És miért vennék meg? Tehát ki ez a hülye, aki igen, szeretnék venni egy tipikusan szopást, mert én szeretek szopni. Írom neki, hogy mi a baja? egyik dugatja cserés, és elszarták a papírjait. De még mindig nem ír egy konkrétumot egyébként, hogy, hogy mi. És írom neki, hogy miből gondoltad, hogy én keresek hibás motorokat? Csak reménykedtem benne. <laughs> Úristen! Nem. Nem akarok fosokkal foglalkozni, meg, meg, meg. nem. Mit csinál valaki egy honnan? Tehát elve miért vesz meg valaki egy papírba és motort meg, ha elbozták, a kik baszták el, aki elbaszta, miért nem csinálhatja meg, hogy ne basszák el. <laughs> Figyeltek, de komolyan mondom, hogy én értem én, hogy ez a motorozás az tök jó dolog. Meg visszagondolva az ember volt tényleg úgy, hogy kevesebb pénzed volt, meg megvetted a szart, meg minden. Én átérzem ennek a lelkületét is, hogy benne élsz, és te is szeretnél motoros lenni, és, és, de van az a határ, amit meg kéne húzni, hogy hogy ne szopasd le magad, hogy inkább várj egy évet, vagy kettőt, rendezd az életedet, építsd a változásodat, fújtsd a körödre a család, és érj el egy olyan szintet, hogy olyan motort szerezzé be magadnak, amivel nincsen szopás, technikailag, papíron, bárhogy, de Sokszor amíg megjelennek mondjuk egy-két ilyen ilyen eladó motora bizonyos ilyen Facebook adásvétel csoportokban és valami olyan hulladékokat raknak föl, hogy, hogy egyszerűen nem is értem hogy miért nincs rá egy törvény, hogy bizonyos technikai paraméterek alatt már nem lehetne eladni motort, hogy, hogy azt be kell baszni egy bontóba meggyújtani föl darabolni, mert életveszély mondjuk amilyen technikai állapotban van. És azt még mindig valaki azt mondja, hogy én ezt megveszem. De elmondom, elhiszem, hogy nincs rá pénzed, meg ilyesmi, de azt tudom mások venni, hogy a motorozás az pénzbe kerül. Azt nem muszod meg, ha egy szart veszel meg, az még több pénzbe fog kerülni, mert a szarnak még több baja lesz. És ha nem fogod tudni használni, akkor csak kidobtad a pénzed a semmire. És akkor jól jártál? Vettél egy használhatatlan szart? És akkor nekem fölkínálnak egy ilyet papírbajos, dugattyúcser, faszom. Gondolkodjatok már egy kicsit, hogy mikor motort vesztek, adtok, hogy mit, meg miért.